hogy ez szabadult, egy kicsit megegyeztetve, ugye, hogy ezt az egyik szektorták, az ilyen gyűjtlatot, ezt az ötlétet. Megfájdul a feje? Nem, a bossz következik, hogy rossz a térén, mert áthúz a nagy feszültség, mint lábpecség. Tehát érdemes hivatni a szerelőt, mert tudnék, ahol szikra kisülés van, ott ózon képződik. Egyébként ez úgynevezett influencia gép, töltés megosztó gép, egész pontosan. Tehát azzal indul, hogy földörzsölöm, egy kis töltést viszek rá, és akkor utána szétszaggatom, és ráviszem erre a két sík kondenzátorra, vagy Franklin táblára, szóval ez a Benjamin Franklin, ez az amerikai elnök, stb. Villámhárítós úriember, meg párizsi nagykövet, ő használta először, az ő nevét viseli, ez két darab kondenzátor sorba kapcsolva. Na most, hogyha sok-sok töltés gyűlik össze, akkor egyszerűen kicsordulnak a töltések, azaz átjut a szikra köz. Hát én úgy kell elképzelni, hogy a kondenzátor az olyan, mint egy üres edény, amit a vízcsap alá teszek, és az meddig folyik bele a víz. Amíg meg nem telik, ugye? Aztán kifolyik belőle. Hát itt most a kifolyás az tulajdonképpen a szikra közben jön létre, átüt a szikra köz, és kisül a kondenzátor. Egy zárójeles megjegyzés, hogy a töltés... Nem, rossz a világítás, de... Valahol néz ki a nekem apró pici papír szeletképet szerválom. Nézzük. Szóval, töltöttem? Igen. Ugye, tehát ott van egy olyan kis fie, ami ott látszik a képen, hát ez egy kicsit korábbi. Jó? A hajadat megnézhetjük, hogy feláll. De most nézzük meg. Nem elég száraz. De... Hát itt. Ugye? Na most akkor ezzel így lehet játszani, hogy na, ügyetlen vagyok, hogy villamfeszítő elnevezése bír. A csöves villamfeszítő, hát nem a csövikényből van szó, hanem csövek vannak, ugye? Hát ez egy modell, az eredeti az 8 ilyen csőből állt. Egy-egy csőben kb. 30 darab elemi kondenzátor van. Tehát egy nagy csőnek a kapacitása van 2-3 nanofarád most pillanatnyilag az utánépítés során. De ez még semmi, mert Jedlik azt csinált még valamit, ami különleges a maga nemében, és pedig ezt. Ez egy nagy feszültségű átkapcsoló, mégpedig soros párhuzamos átkapcsoló. Azaz. Ezzel az influencia sorozattal a kondenzátorokat, tehát ezeket a nagy csöveket párhuzamosan kapcsolva töltöm, amikor aztán az ózon illat alapján úgy érzem, hogy most már elég a töltésből, akkor a kapcsolóval sorba kapcsolom. Azaz, jelen esetben meg négyszerezem a feszültséget, Jedliknél ugye 8 darab volt, meg 8-szorozta. Nagyon fog csattani, ha működik, nem ezt kicsire állítottam a szikra közt, de ezen a 200-300 kV-t simán elő lehet állítani. Hát itt aztán pattog minden, és ez nem szokott jót tenni a félvezető memóriának, úgyhogy ezt csak azért szóltam a telefonokkal kapcsolatban. Thank you.
ilyen vastag, tehát ceruza vastagságú, ugye, a kisülés, ez gyakorlatilag van, biztos, hogy 10 amper fölött van a kisütő áram. Működik? Működik, csak jó. Igen, kikapcsolom. Jobb a kékesség, szóval nem tudom, mert ezek hosszáron körközik, tehát már célmaszok, de nem tesz jót nekik. A töltő áram is itt a milliamper nagyságrendű. Hát, kondenzátor 2 nanofarád. Ezt 100 kilovoltra föltöltöm, igen sok energiát tudok benne tárgyalni. Na most, miután a filmet nem látták még az elején, az úgy szólt, hogy ezt vitte Jedlik 1873-ban a Bécsi világkiállításra. Hát miután a magyar tudósok felkérést kaptak, hogy amiük van, azt vigyék ki, hát ha lesz rá vevő. Hát vevő nem volt rá, hanem el is lopták Jedlik találmányát, de az egy másik mese. Mert volt egy Mach nevezetű, az a Mach szám, aki a mit tudom én, repülőgép, egy Mach, két Mach, stb. De az drágább. És csihó, ezért szikrázni fogtál, nagy feszültséget.